Az utazgatást és a kicsi lányaitól és ugyan a családodtól a távollétet, az hogy viseled? Egyre nehezebben. Utazni muszáj, mert ugye nagyon sok fellépés vidékre szólít, és sokszor napokra kell eltávoznom, ez egy hülyeség, mert a seregben volt eltávozás. Igen, igen. Mert voltam katona is, itt mondom a fiatalságnak másfél évig. Tehát nehezebb, egyre nehezebben viselem. Amíg fiatalabb voltam, beültem a kocsiba, nem volt ugye még gyermekem, feleségemnek adtam egy puszit, és akkor szia, és még elmentem Pécsre, két hét, három hétig próbáltam, haza se jöttem addig, mert nem volt igazán értelme, mondjuk egy nyár végén elkezdtünk egy próbaperiódust, ugye járkálni, hát azért csak 400 kilométer, és akkor úgy el voltam. De most azért hiányzik a Zsannának mondjuk az incselkedése, meg a kis friskázása már apukája felé, ugye sokszor viccelődik velem, vagy az Alma, a kisebbik lányom különleges puszia, mert ő mindig kitalál valamit, hogy akkor most egy könyök puszi, vagy most egy cipzár puszi, és akkor egy-két nap után elkezdenek hiányozni ezek a kis szösszenetek, ezek a vidámságok az életemből, de utazni muszáj, mert nagyon sok feladat van, ugye, amit több száz kilométerre kell az otthonomtól megoldani. Természetesen nagyon szeretem az országot járni, már beszéltük róla, hogy milyen csodákat látok, és azt kell mondjam, hogy nagyon sokszor vidéken azért a művész megbecsülése is más. Tehát amikor könnyes szemmel jönnek oda egy koncert után, esetleg 200-250 kilométerre, hogy jaj, művész úr, mennyire köszönjük, és olyan ritkán jön ide ekkora művész a mi kis falunkba, ugye egy falunapon a fellépek, azért az olyan megható. Ez is ugye oda tartozik, hogy ezért érdemes csinálni, de ilyenkor ez feltölt egy-két hónapra. Melyik dalra gondoltál a folytatásban? A folytatásban egy olyan dalra gondoltam, amely akkor született és akkor hangzott fel a televízióban, a Táncdal Fesztivál keretében, amikor én születtem 1967-ben, és ez lett a közönség díjas dal. Kovács József előadásában 22 éves volt Kovács József, aki tavaly hunyt el, tavaly nyáron, és idén lenne 65 éves, de már akkor érződött rajta 22 évesen, hogy milyen gyönyörű színű hang, nem véletlenül lett ugye később operett és operasztár. Tehát ő elénekelte ezt a dalt, a közönség megőrült érte, és idén májusban én ezt elénekelhettem a MÜPÁ-ban, egy csodálatos koncertteremben ugye, csilei cseresznye burkolat, tehát én ott mindent kifigyeltem. Csodálatos akusztikában elénekelettem ezt a dalt, Jöjj vissza hozzám, ami ha meghallgatjuk a hangszerelését, a dallamvilágát, akár a mai korban is megállna a helyét, mert tényleg gyönyörű. Úgyhogy a szívemhez nőtt, és azóta is nagyon szívesen éneklem ezt a dalt, mert nagyon igényes. Semmit nem érzek, semmi se fáj, nem hat már rám a régi táj, hol búcsút vettél és elhagytál egy éjszakán. Semmit nem kérek, semmi se kell, szerelem csók nem érdekel, egyedül jár a sorsom a hús magány. Mint a megfagyott föld, amikor új tavaszra vár, hideg a szív, ha mindig egy magában jár. Mégis mikor a napfény, hajnali himnusz zeng az ég peremén, mi vagyunk, ez a fény, te meg én. Jöjj vissza hozzám, hozd el a tavasz dalát, szerelmünk új csillagát, ragyogjon rá. És te rád, mutassa meg, hol van a boldogság. Mm.
mint a megfagyott föld, amikor új tavaszra vár. Olyan hideg a szív, ha mindig egy magában jár. Mégis mikor a napfény hajnali himnú zeng az ég peremén, mi vagyunk ez a fény, te meg én. Jöjj vissza hozzám, hozd el a tavasz dalát, szerelmünk új csillagát, ragyogjon rám Isten rád, mutassa meg, hol van a boldogság. Jöjj hozzám, hozd el a tavasz dalát, szerelmünk új csillagát, ragyogjon rám Isten rád, mutassa meg, hol van a boldogság. Jöjj vissza hozzám, várok rád, csak ha jönne egy ajánlat, azt mondanák neked, hogy nagyon sok pénzért, de ezután csak külföldön, Magyarországon nem. Sőt, gyere is el, maradj, menj, költözzél ki. Mi lenne? Jó kérdés. Hát ha a gyerekeimre gondolok, és az ő esetleges biztosabb jövőjük, akkor lehet, hogy azt mondanám, hogy menjünk. És a barátaid? De hát itt vannak az én barátaim. Az ellenségeik. Csak neki ilyen barátai vannak, mint a ellenség. Azért hazahúz a szívem. Tehát én voltam kint másfél évig Németországban, énekeltem. Csodálatos profi, olyan fizetés, amiről itthon csak álmodunk. De hazahúzott a szívem. Tehát azért én itthon vagyok valaki, és itthon érzem magam embernek. Úgyhogy maradjunk szerintem Magyarországon. Jó itt. Szép ez az ország. Tehát bármerre járok, rácsodálkozom, hogy csak egy templomtoronyra, egy régi bejárati ajtóra, egy szép parasztházon. Tehát annyi szépség van, hogy maradjunk még egy 30-40 évet, vagy 80-at. Egy magyar dalt is hoztál, mégpedig egy duett formában. Igen. Nagyon érdekes ráadásul. Érdekes. Hát nem tudom, eddig tart ez a beszélgetés, lehet, hogy holnap hajnali. Igen. Ugye? Akkor énekeljük is el ezt a Neoton slágert. Mondd a énekes hölgy nevét. Vermes Tímea. Vermes Tímea, tudom, te jobban ismered egy picit. Topsival énekeljük, jó? Hallgassuk, ez egy vidám dal. Senki se szeret, szólíts jobban, melletted vagyok én. Új kedvest, egy még újabb köve, de barátságunk csillagidőt igény. Én is őrzöm arcomat, sajátodat te is félted. Hogy senki se szeret, rohanj hozzám, melletted leszek én. Éjszakánk már nem lehet ilyen, de barátságunk védeni fog, ne félj. Én is őrzöm arcomat, sajátodat te is félted. Leláncolnád önmagad,
közben szabadságot kérem, visszakérem. Holnap hajnali ébred, őrizzük állunk. Holnap hajnali mindent rendben találunk. Érintsd meg a lelkem még egyszer, érintsd meg, és aztán ígértük a beszélgetésünk közepén, hogy kitérünk rá, hogy a stand-up comedy, hogyha véletlenül már nem énekelnél valami csoda folytán, akkor ezzel is megélnél. Ez honnan jött, honnan vetted észre, hogy van egy ilyen vénád? Hát ez úgy, vannak ugye fellépések, amit csúnyán hackninak is szoktunk nevezni, de én minden fellépést nagyon komolyan veszek. És összekötő szövegek, ugye nincs külön műsorvezető, ha csak nem te. Ugye, ha nincs külön műsorvezető, azért felkonferálni a dalokat, egy picit mesélni magunkról, a színházi élményekről, és akkor becsúszik, hogy egyszer-egyszer így egy kicsit átmegy egy Fábrisba ez a show, vagy egy kukis műsorvezetésbe, de ezt a dalt küldjük, kedvenc énekesünk Kósa Réka jön a színpadra. Tehát ilyenek, és úgy elkezdtem próbálgatni, tehát már a főiskola alatt nagyon sok tanárt utánoztam, ugye volt csodálatos beszédtanárom, Gosztonyi János, aki kicsit így beszélt, és őt is szoktam utánozni. Vagy Szimetár tanár urat, aki mondta, hogy nagyon tehetséges, a remek hangja van. Tehát úgy jöttek ezek a kis utánzások, és akkor azt gondoltam, hogy ezek komolyabban kéne foglalkozni, de hát ha azt mondjam, hogy énekelek, van egy biztosítási alkusz cégem, plusz ott a család, két gyerek, tehát emellett még a stand-upot is belerakni, ezben egy kicsit sok lenne, de az biztos, hogy szívesen. Tehát ha felkérnének, hogy vezessek mondjuk pókert viccesen, mint Korda Gyuri bácsi, akkor nagyon szívesen vállalnék egy ilyesmit is. Ajándék volt veled beszélgetni, ismét. Ajándékot is hoztam természetesen, Bok József Villányi közös barátunk, Bok küvéje, valamint Ancsák Piroska küldött neked a Kasmírgold jóvoltából egy relax nyakpárnát, hogy amikor utazgatsz jobbról-balra, akkor tudjál alvás közben vezetni. És természetesen Hédike, tudom, hogy jól tűrötte a viccet, Hédike készített róla egy karikatúrát, amit most szeretnénk, ha megnéznél. Ne a fejedbe még, köszönöm, és mi is hadd nézzük meg. Nagyon jó, Csengeri Attila. Ez fantasztikus, köszönöm szépen, hogy két puszival meghálálom. Köszönöm. Milyen dallal zárunk, Attila? Zárjunk egy dallal? Igen. Van itt egy puskám, melyik legyen az? Jó legyen. Drága feleségeddel imádok énekelni, de hát van ugye több kolléganőm is a pályán, úgyhogy akivel az Operász Fantomját éneklem a Madách Színházban, ő Krisztin Mahó Andrea, és szintén egy újévi operett, interoperett gálán énekeltük Bocelli egyik dalát, aminek az a különlegessége, hogy több hölgyel is énekli, és a hölgyek mindig a saját anyanyelvükön éneklik, tehát német, olasz vagy angol változat is van belőle. Galambos Attila írta egy csodálatos magyar szöveget, Vivo per lei az eredeti címe, és tulajdonképpen a zenéről szól, hogy mennyire szeretjük mi a zenét, úgyhogy ezt hallgassuk meg, Mahó Andreával énekeljük. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen én is. Hogyan is történt, nem tudom, lelkembe költözött egy percben.
gyönyör is volt és fájdalom, bizonyos lett, hogy ezt kell tennem. Azóta érte élek én, szerelem és a szép remény, mindenem ő, hiszen érte élek. Szíven talál-e bűverő, melege fénye, milyen árnyad, számomra annyi minden ő, segítő társ és néha mencsvár. Azóta lelki eltéved, szeretet árad szét benned, urjain ács a hangommal hozzád. Szól a zongorából, máskor lelkesülten lángol. Minden édes hangja mámor, a bánat már távol, ha ő érte én. Érte élek én, szerelem és a szép remény, mindenem ő, hiszen érte élek. Napsugár az égből szép, szeretet árad szép benned. Búcsú könny az élet végén, hazatalál hihet éved. Minden képkedésed elszáll, ha érzed, és félned sem kell már. Cipelem súlyát vállamon, akármit kér is vállalom, hogy örömöt lássak mások arcán. Csak ő érte én. Csak ő. Az öcsém Freddy színész és modell. A bátyám Edem olasz márványjal és kővel kereskedik. Fred sokat jár konditerembe, Edem inkább a természetben edz. Én munkában kitartó, játékban kemény vagyok, Freddy viszont szereti lazán venni a dolgokat. Edem és én másképp látjuk a világot. Ezért sem vezetnénk soha ugyanolyan autót. Steak? Megint? Sushi! A beszélgetések kellemes hangulatáról a pécsi sörfőzde gondoskodik. Yeah.
Szeretné, hogy üdén, frissen induljon ön és családja reggele? Higgye el, ezzel mindenki így van. Akár szellemi, akár fizikai munkát végez, vagy sportol, a Kashmir Gold mágneses gyapjú ágynemű megadhatja önnek azt a nyugodt pihenést, ami a kiegyensúlyozott élethez szinte elengedhetetlen. Ébredjen ön is üdén, frissen a Kashmir Gold ágyneműben. Hívja a Kashmir Gold munkatársait a 061-319-4905-ös telefonszámon, mert a megrendelt Kashmir Gold ágynemű garnitúrához most meglepetés ajándékot is csomagolunk. Az alvás, ami tényleg más. Kashmir Gold. 15 éve a mi ügyfeleink a világ legfontosabb emberei, ezért mindig a legjobbat kell nyújtanunk. 350 kényelmes négyzetméteren elképesztő elegancia, 80 féle babakocsi, több mint 50 féle autós ülés, fantasztikus kiegészítők, kényelmi berendezések, szakértő személyzet, hogy a világ legfontosabb emberei egyszer óriások lehessenek. De mindez nem elég, mert egy bababolthoz szeretet is kell. Baby Center, Siófok. Pénzügyeinket a Szigetvári Takarékszövetkezet, az ország legnagyobb takarékszövetkezete bonyolítja. Budapesti forgatásaink alkalmával mindig a Swing Hotelben szállunk meg. Hangtechnikai berendezéseinket a Tajti Music áruházakból szerezzük be.